Egy portugál bevándorlónak ítélték idén az év ápolónője díjat Nagy-Britanniában. A Great British Care Awards elismeréseket az egészségügyben dolgozók kapják különböző kategóriákban. Silvia Nunes 2014-ben költözött az Egyesült Királyságba, hogy ápolónőként dolgozzon. Nem volt állásom Portugáliában, nem találtam munkát. Minden nap szenvedélyből dolgoztam, imádom a foglalkozásomat, meséli Szilvia. A kelet-angliai Thetford városában dolgozik egy ápolási otthonban, amely a legmagasabb minőségű szolgáltatást nyújtja 43 páciensnek. Nagyon meglepődtem, hogy jelöltek az év ápolója díjra, és nagyon örültem, amikor megnyertem. Annyira boldog voltam, hogy azt sem tudtam, sírjak-e vagy nevessek. Egyáltalán nem számítottam erre, de büszke voltam, amikor bejelentették, hogy én nyertem a legjobb ápolónő díjat. Vajon a Brexit mennyiben érinti Szilvia jövőjét? Sok Európai Uniós polgárhoz hasonlóan ő is azért mehetett dolgozni az Egyesült Királyságba, mert az EU egyik alapelve a munkaerő szabad áramlása ezt lehetővé tette. A Brexit közvetlenül nem érint. Élvezem a munkámat, szeretem a barátaimat, a kollégáimat, a családomat. Örülök, hogy Angliában élek. Mesélik. A 2016-os népszavazás óta jóval kevesebb képzett európai jön dolgozni az Egyesült Királyságba. Vajon lesznek-e jelentős változások Szilvia munkahelyén? Az emberek természetesen beszélnek arról, mi történik Angliában, és az ország mivel szembesül most. Néhány ismerősöm visszatért Portugáliába, vagy a hazájába, mások továbbra is itt élnek és dolgoznak. Szeretném hinni, hogy egy napon Portugáliában lesz számomra hely, és használhatom azt a tudást, amelyet ebben az országban szereztem.